Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke a Biohotel Nimród szállodában adta át az üveges online versenydíját a legjobb karcagi versenyzőnek. Lévainé Kovács Róza felkészítő tanár jelenlétében adta át Hubai Imre a díjat a legjobb karcagi versenyzőnek, Kovács Zoltánnak. Az üveges fizikai verseny legjobb karcagi szereplőjének adtunk át egy díjat, amire azért került sor, mert karcagi azokra a szülötteire, akik a tehetségükkel és a szorgalmukkal kivívják magukat az ország elismerését. Nem csak Karcagnak, nem csak a Nagykunsának, hanem Jász-Nagykun-Szolnok megyének is szüksége van azokra a tehetséges fiatalokra, akik a jövőnk zálogjai, akiknek a szorgalma, akiknek a tehetsége, a kitartása, és a bennük hitet elhelyező tanároknak a kitartása és a felkészítésben elhelyezett energiája, az nagyra fogja még vinni Karcagot, és fel tudja emelni azokat az embereket, fel tudja emelni azokat a közösségeket, akiknek a soraiból ilyen tehetséges fiatalok származnak, mint Zoltán. Kovács Zoltán már elballagott az általános iskolából, mint mondja, büszke kiskulcsosi. Kiskulcsosi általános iskolában jártam 8 évet, ez Karcagon található az iskola, és itt megalapoztam a fizikatudásomat. Kovács Zoltán számára nem volt szokatlan az online feladatok megoldása. Nem volt szokatlan, az első forduló iskolában ment le, a második és a harmadik forduló, az pedig online ment le. Így nem maradtam egy győri kirándulásról, de viszont így legalább megvolt a verseny. A versenyfeladatok között volt teszt, szöveges és kísérleti megoldás is. Ugye van benne egy teszt, egy teszt feladat, van benne egy számításos feladat, és van benne kísérleti feladat is. Tanárom Lévainé Kovács Róza segített a felkészülésben és adott feladatokat, illetve az édesapám is segített felkészülésben. Zoltán örömmel számolt be róla, ha végez a református gimnáziumban, akkor a továbbtanulás számára az elsődleges szempont. A Karcagi Nagykun református gimnáziumban járok, és miután ezt elvégeztem, igazából vagy a fizika, a matematika, vagy pedig a történelmi irányába szeretnék tovább tanulni.